Őtök is ért, kedves bajtársak. Itt a kavergém csinál, a raptöröm és a szolgálatra jelentkezem. És hát ismételten itt vagyunk Frostpunk fagyos világában. És hát megpróbáljuk továbbra is életben tartani a mi kis városunkat. Ugye az előzőkben egy pár kerületet ugye lepakoltunk, és hát ugye megcsappant úgymond a munkaerőnk. Cserébe viszont van lakóházunk, úgymond. De viszont nagyon kevés az anyag, amiket ugye termelünk. És egyre több ilyen áru kellene. És hát még mindig kellene találnunk... A szenny is növekszik közben. Találnunk ugye üzemanyagot, egy állandó üzemanyag forrást. És kiküldtük ugye mind itt a felderítőket, akik jelenleg itt ugye kutatgatnak. Tehát itt hoznának vissza embereket, vagy pedig felfedezzük ezt. Jó, hát kezdjük tovább a terjeszkedéset, a fejlődést. Ugye mindjárt jön itt egy kis hideg. Minden annyira nekünk nem lesz jó, bár szerintem szénnel fogjuk bírni. Egyelőre tele vagyunk szenekkel. Kutatni kutatunk, nézzük a törvénykezést. Mi az, ami előre segít minket? Aha. Hűgény csökkeny. Ez nem rossz. Szabály. Szóval a városnál volt a... ez. Ezt kéne megszavaztatni. Negyvenheten támogatják. Ők ketten is. Felfedezés. Hát az a baj, hogy itt el kell dönteni, hogy melyik irányba indulunk el. Most a hőigényre szavaznék. A
Felfedezés az oké. Okay. Prefabek se rossz. Csak itt ugye ezt kevesen támogatják. Ugye ez elég nagy támogatottsággal van. Legyen ez. Mint törvény. És nézzük, megszavazzák-e. 51 szükséges. Jó. Éppen pont, de legalább ez megvan. Mint törvény. Így nagyobb lett a szénnel való. Oké. Okay. Ezeket kellene valahogy fedezzük. Kutatást abba az irányba kéne eltolni. Tudja a prefabian, és ezt kéne valahogy... valahogy bővíteni. Aha. Oké. Okay. Tudunk-e új körzetet létrehozni? Nem. Nincs meg hozzá sem a munkaerő, se pedig a lóvé. Oké. Okay. Jöjjenek az emberek. Sajnos kénytelen vagyok. Munkaerő hiány van. Ez maradjon meg, mert egy járvány akár is pusztíthat minket. Ó, mínusz 15 a lakhatás. Uh-huh. Ez mondjuk probléma. Viszont nincs hővédett hely. Meg itt se. Aha. Uh-huh. Igen, most a pénz az nagyon fogy. Ezt nem tudom, hogy tudnánk növelni, és ráadásul most jön egy hideg is. Ha nektek mi bajotok van? Tűz van az aknában. A szén kifonyóban. Itt nincs sok izé, nincs sok szén, azt hiszem, hogy itt azt jelezte már, hogy itt ebben nincsen sok szén, ahol most úgy van, úgyhogy ezt választjuk.
gomboljátok le, megyünk tovább erre. Vannak készleteink, tehát hogy az nem gond, így is pluszban vagyunk, a hő miatt, a csövek ellenőrzése miatt jók vagyunk. Úgyhogy én szerintem ezen problémát orvosoltuk. Kutassunk. Ő dispatcher. Á, itt mondjuk nincs meg az 50. Fejlett szénbányák. De viszont itt nem termel szennyet és egy magot. 100 kell. Jó, a 100-at megvárjuk, azt fogjuk bevetni. The stalwarts will announce the name of this month's top worker at tonight's muster. Hideg. Ez növelni fogja a kitermelést mennyivel? És növeli a szennyet is. Nem baj, szükségünk van rá. Ezt el tudjuk bontani. Ez ide nem fog kelleni. 20-szal vagyunk szénnel, az még mindig nagyon jó. Ezt nem tudjuk bővíteni egyenlőre. Igen, mester. Nem gond. Nyugodjál meg. Mindent kézben tartunk. Pont nullán vagyunk szerintem. Szerintem teljes mértékben jól állunk. Mondhatsz bármit. És kifogyott. Ezt a körzet is eltakaríthatjuk innen. Nem indítottam a kutatást. Igen, itt mik vannak? Ahogy ide kéne eljutni, aha. Ugye ez lóvé kéne. Jó. Stop. Kutatás. Mindenképpen a kutatásra kell rámenjünk, mégpedig a fejlett szébányákra. Szerintem gyárak. Szűrő tornyok a szennyeket csökkenteni. Hatékonyságnövelés, áruk, vagy vidék. Csergészek fővadi szállása. Logisztikai öblök.
támogatási blokkok. Ínség megelőzése. Vannak itt azért érdekességek. Ez nem lenne rossz. Viszont ezt kérem. Na, plusz 140-be átment a cucc. Oké, kaja. A kaja az viszont nagy bajban van. Van itt van egy ilyen kajás mező. Néztük a kaját. Oké. Nem figyeltem a kaját, hogy ez nagyon fogytában van. És fogy a szén. Gondolom a hideg miatt, nem baj. Kajával kapcsolatban kell valamit lépést tegyünk. Igen, 180-ra menni, de mindjárt jön a meleg. És 43-ra lecsökkent. Aha. Há, így se tudtuk föl turbózni. Természetesen megnézzük, bizalom csökken, jó? Neked mi bajod van? Oké. Kajával nem állunk jól. Tudunk viszont szavazni. Mert ezek megvannak, tehát hogy ezek vannak meg. Ezt nem annyira szeretik. Sokan jóvá hagynák, ezt már kevésbé, ezt a zarándokok meg a fagyvidékiek támogatják. Legyen ez. Kell ugye a plusz kaja valamilyen formában. Az igen.
effect. Oké, átálltunk pluszba, ezzel is szuper. Hát igen, egy új frakció. Örülünk nekik, vagyis hát nem, de ez van. Ezt ki tudnánk bővíteni, bár itt nincs fűtés valami miatt nekik. Ezt ki kell bővítsük, mert akkor meg lesz a lakatás mindenkinek. Kaja oké, okay. Bűnözés. A bűnözésre... Hát, hogyha ők lecsökkentenék a bűnözést. Alapprojekt. Igen. Hová tudunk itt menni? Nem. Hogy tudjuk növelni vajon a csapatok számát? Most 15-ösök. És vannak emberek, de őket nem tudjuk behozni. Lóvé, és akkor behúzzuk a szenet. Népesség növekedés. Hát most értem el, hogy jó legyen az összes épület. Hőigény csökkenés, nagyon jó. Mit szeretnél? Jó, jobb jövőt ígér, azt szeretjük. Oké, hogyha most ezt bekötjük. Ha most építik ki az utat, nagyon jó. Csökkent a kaja. Nőttek az emberek. Szuper! Kutatás, kaja, források, növényházak, hőigény, 70 élelmiszer. Szenny növekszik. Na most itt a szenny vagy a betegség, amit tudjuk kezelni. Ez jobb. És bárki bármit mond. És nincs kaja. Az emberekkel csak a gond van. Úgymond. És erre sincs pénzünk. Szén most pluszos viszont. Az jó. 755-re nőtt.
Ez nem rossz. Tartós fogyasztási cikk, igen, most ez kéne valahogy megszavaztatni, úgymond. Robbanásos öntöde. Ezt már sajnos elbuktuk. Talán ezt meg tudjuk ígérni. The delegates have spoken. Takes effect. Jó, lakások. Megint lakónegyed kellene. Aha. Jó. És itt jön be folyamatosan most a szén, tehát az nekünk jó. Elég jó kis szénellátásunk van, és a raktárok is aránylag tele vannak. Kaját kellene még valamilyen formában orvosolni, bár arra most kutatunk, úgyhogy remélem, hogy ez működni fog. Ezt választom. A kutatás az jobb szerintem, tehát hogyha stabilan folyamatosan kutatunk, az jó. Négy ház? Még mindig kell négy ház. Ezt már nem tudom bővíteni. Hogy nézem. Max új kerületet tudok letenni. Az 80 piszke. Plusz 255-ben vagyunk szénnel, úgyhogy szerintem jól állunk.
Oké. Nem ez. Ez. Ezt csak akkor tudjuk letenni, hogyha... Á, nem. Ezt ide tudjuk elhelyezni. Kaját kéne valahogy megoldani. Kutatás. Azt mondja, hogy fűtés és hődiszpécser kell. Száz pénz kell hozzá, jó? Megvárjuk a 100 lóvét. Mi ez a hődiszpécser? Nekik kell elfogadni az ötletüket, azért valami küldi. Aha. Az övéké jobb lenne viszont. Viszont kapni fogunk szennyet, ha aktiváljuk. Jó, kikutatjuk, ha már megígértük. Picit azért néha másfele visznek. Mint amerre mi mennénk valójában. Az alapvetek, alapvető szükségletek. Aha. Ezt szavazzuk csak meg. The delegates have spoken. The law takes effect. Oké, ezt is sikerre vittük. Ez hamarosan kifogy. 150 a bejövő. The law has passed in the council. Take heed. De még tudnak letenni élelmiszert. Igen. Létrehozunk még egy körzetet a kaja miatt. Ezt nem tudom bővíteni. Hol volt még? Ezért ezt se tudjuk bővíteni. Meg ezt sem. Kellene viszont egy lakónegyed. Kéne valahogy készítetni velük. Azok szerintem az ipari lesz.
prefab gyártás. Én ugye az 59-ben van. Aránylag egész nyugis a város. Negyed még mindig nem az igazi. Lassan minden pluszba lesz. Ez 125-tel megyünk. És itt átváltunk erre. 27-et termelünk csak. Kevés. Kevés. Oké, plusz 2. Jó, nagyjából stabilizáltuk a várost. Jó, ezek valamiért nem szeretnek. Tudnánk még behozni embereket, de hogyha hozunk be embereket, akkor... Több kaja kell, meg minden, pedig most stabilizáltuk magunkat. Hogy törni kéne egy kis jeget. A szén irányába. Ezeket még viszont mindig, még mindig növelni kéne valahogy. Oké, velük kettőjükkel egész jól állunk. Csak 25 érhető be el, az probléma. Ez növeli a szennyet, pénz kéne hozzá. Kutatás. Hőszigetelés. Ez megvan. Hődiszpécser megvan. Generátor frissi, ez az olaj. Szivatjuk. Olaj. Aha. Források, gyárak.
Több ember, kevesebb ember, aha. Szárny fog növekedni, itt meg a betegség. Hát igen, ilyenkor az a kérdés, hogy még a jobb. Szűrőtornyú. Több munkaerő. Kevesebb a hőigény. Viszont több a munkaerő. Csökken, itt meg jelentősen csökken. Legyen ez. Ilyen gyorsan jönnek az emberek? Hát nem tudok lépést tartani lassan a fejlődéssel. A bűnözés megint megjelent. Nagyon jó. És a kaja mínuszba esett. Nem jó. A bánya mindjárt kifogy. Ki is fogyott. Nagyon jó. Készletek. Pedig ezt most ide fogjuk tenni, ha tetszik, ha nem. Ez a prefet cucc. Please dispatch gift boxes to the steward by post to avoid unnecessary queuing. Ezt vajon hogy tudjuk növelni? Ami így be lehet zoomolni. Meg a kaja fog elfogyni, nem baj, megy, de meg egy lakónegyedet fogunk letenni. A helyet. Kell. Ki kellene törni a jeget. Ez. Ez itt szépen hozza, amit kell. Ide ugye a szenny miatt tudnak, és a szenny az nem probléma. A lakhatás a probléma főleg. Ezt a kifogy, akkor ott egy lakhatást mindenképpen növelnünk kell. Most egyelőre ide teszünk egy lakónegyedet.
Kajával lesznek gondok. Kétszáz prefab kell egy ilyen megépítéséhez? Az komoly. Erre figyelni kell, hogy ez meglegyen. Do not be alarmed by any unusual noises coming from the generator. Routine maintenance work is underway. 150. Kaja mínusz, ház mínusz, igen, mi bajod van? Jövök. Növényház. Kevesebb munkás. Legyen ez. Hát ezek a prefabek, ezek nagyon kellenek. Nézzük hát, hogyha valami jót hoznak ki belőle, megint bűnözés van. Ezt letesszük. Ezekre meg most nincs pénz, ugye prefab cucc miatt. Ezeket mindenképpen ki kell szedni innen. Valamilyen formában. Ez mi? Ah, vasérc. Igen, ez itt hamarosan kifogy, ezt le tudjuk bontani. Kaja, a kaja, a kaja, a kaja probléma van.
remember to keep your heat lamp maintained. It might just save your life. Ezt is valahogy pozitívba kéne billenteni. Ez itt mondjuk elő tudna állítani prefabeket. De akkor ugye nincsen áru. Új épület. Oké. Élelmiszer. Aha. Ha ide lepattintunk egyet, és azt mondjuk ennek, hogy ez bővi... Hát ezt pont nem tudjuk bővíteni. $120,000, 59,000, akkor ezt nem ide kellett volna letenni. És nem is tudom visszavonni se. De... -43 -41+, na az már jó. Az is plusz, akkor lakhatás. Megint a lakhatás itt a probléma. Ez nagyon nehéz fönntartani. Oké, 172-ben vagyunk szénnel. Többletet termelünk, az jó. Hamarosan jön egy kis felmelegedés, úgyhogy megint meg kell próbálni egy picit átvinni pluszba a dolgokat. Ugye 3700 munkaerőnk van. 18 000-en vagyunk már a városban. Hogy eléggé növekszik. Mi a baj? Na. Akkor jót cselekedtünk. Legalább ezzel egy picit pluszt. És megint kutatni kéne. Öntödék. Ez többet ad, csak növekszik a szárny, meg nagyobb a hőigény. Legyen ez. Na, srácok, hát nagyjából próbáljuk stabilizálni itt a dolgokat, amennyire sikerül. Kellene új prefab bánya, kellene ez, kellene az, tehát mindig valamit pluszba hozzá kell tenni a városhoz, és úgy látom, hogy egyre nagyobbak az igények. 150 darab kell belőle, ahhoz, hogy ide egy újabb ilyen bányát le tudjunk tenni. At their local harvesting parlor. Szóval nem lesz szélvédett helyen, de nem baj. Van még egy magunk. Ugye arra is figyelni kell, hogy abból mennyi van. Úgyhogy szép lassan haladunk. Elég sok minden történik egyszerre. Ugye a szavazásukat kell figyelemmel kísérni. A kutatást azért mindig előtérbe kell helyezni. A pénz hogy alakul. Ezek a prefabok, nem is prefabek, hanem prefabok, amúgy. A végére már meg is nézem, hogy is hívják pontosan. Tehát ezek is aránylag lassan jönnek.
És... ez is hamarosan kifogy, tehát ezt is ugye el kell bontani, települni kell tovább. Na, tehát itt valami speciális eszközre van szükség, generátor upgrade, és ott lesz, aha. Jó, de viszont azt nem érjük el addig, amíg nincs olaj. Oké, és akkor hogyan tudunk tovább menni a Frostlander csapatokkal? Ki kellene ásni egy újabb ilyen állomást vajon? Megnézzük. Megpróbálunk kiásni egy újabb ilyen állomást. Azzal tudjuk ezeket a csapatokat növelni. Logisztikai körzet. Vagy bővíteni kell a logisztikai körzetet. És akkor bővül a csapat. Most 5 van. És az elhagyott bányaelőrösben 10 dolgoznak. Vagy 10 vannak bent, tehát egy... jó. Szén az most újra növekedésnek indult. Itt a meglévőkkel próbálunk operálni, úgymond. Jássuk itt a környezetét. Ti mit szeretnétek? Fertőzés megelőzése törvény kellene. Uh-huh. Többen elfogadják. Nem tudja, egy ilyen izé megbélyegzés. Ez viszont... igen. Tehát itt megint ugye olyan döntést kell hozzunk, ami... a feszültség fog növekedni. Ha. Is rosszul állunk lakhatással. Hát még hogyha itt elkezdjük erőltetni a dolgokat. Hozzáépítenénk, akkor lefetnénk hővel az egészet. Az itt hamarosan mint olyan eltűnik. Van még itt kaja viszont. Meg itt is. Na jó, most srácok, innen fogjuk folytatni, mert tényleg ez olyan, hogy ezt abba se tudod hagyni. Hogy mindig vinne tovább a történet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszi a figyelmet, külön köszönet a csatornatoknak a támogatásért, itt minden megtekintésért és lájkért. Legyen csodás napotok, és találkozunk legközelebb is. Addig is jók legyetek, Harjali, sziasztok!